David McAllister szerbiai jelentéstevő tervezete tartalmazza a fontos általános politikai kérdéseket és az elért eredményeket is, kommentálta Deli Andor vajdasági származású Fidesz-KDNP-s európai parlamenti képviselő a hétfő délután ismertetett Szerbiáról szóló országjelentést. Véleménye szerint a beszámoló összességében pozitívnak mondható. Úgy gondolom, hogy egy kiegyensúlyozott jelentést hallhattunk, amiben az összes nagy politikai téma föl volt vonultatva, kezdve a korrupció elleni harctól, a külpolitika összehangolásán keresztül, egészen a koszovói dialógusig. Ezek mind azok a témakörök, amelyek nagyon fontosak Szerbia EU felé való közelítésében, és az, ami még jó hírként elhangzott a jelentéstevő szájából, az pedig az, hogy nagyon nagy reményeket fűz ahhoz, hogy az idei első fél évben már megnyílhatnának a tárgyalási fejezetek. Deli Andor szerint a jelentés szövegében szükség lenne nagyobb hangsúlyt fektetni a nemzeti tanácsok és a kisebbségi jogok megvalósulásának kérdésére. Különösen, mivel a szerb kormány készíti a 23. tárgyalási fejezet megnyitásához elengedhetetlen akciótervet az igazságügyről és az emberi jogokról. Azt gondolom, hogy a kisebbségi témakörnek is hangsúlyosabb teret kell kapnia ebben a szövegben. Elsősorban a nemzeti tanácsok vonatkozásában az már csak az miatt is, mivel várható, hogy az idén megtörténhet az alkotmánybírósági határozattal való összehangolása a nemzeti tanácsokról szóló törvénynek, és itt nagyon oda kell figyelni arra, hogy a megszerzett jogosítványai a nemzeti tanácsoknak ne csorbuljanak, ne csökkenjenek. Deli Andor jelezte, hogy a Szerbiáról szóló országjelentés tervezetére módosító indítványokat fog benyújtani, amelyek a kisebbségi jogokra és a nemzeti tanácsokra vonatkoznak.